A hétvégén zajlott a negyedik erdélyi történésztábor a Gyergyurametihez tartozó Csutakfalván. A tábor során az erdélyi történészek bemutatták kutatásaikat, munkáikat, majd közösen megvitatták az elhangzottakat. Negyedik alkalommal tartották meg a hétvégén az erdélyi történésztábort a Gyergyói Szemle Egyesület és az Erdélyi Történész Fórum tagjainak szervezésében. A tábor célja, hogy összehozza az erdélyi történészeket, akik bemutathatják legfrissebb kutatásaikat, dolgozataikat, hogy azokat közösen vitathassák meg. Egyre jobban szétfejlődik az erdélyi történettudomány, kevés helyben a műhely, és miközben egy székelyföldi történész adott esetben a szűkebb régiójáról ír egy jó doktori disszertációt, ez gyakran valamelyik külföldi egyetem polcára kerül leghamarabb. És sokszor el se kerül mondjuk Székelyföldre, és ma ott tartunk, hogy nagyon ügyes székely történészeket itthon Székelyföldön alig ismernek. A tábor témáját az új kutatásokhoz igazítva választották ki, szóval demográfiáról, emlékezett történetről, régészetről és természetesen Erdély történetéről is. Lackó Albert elemért Gyergyóremete polgármester nem csak az eseménynek otthont adó házigazdaként köszöntötte az egybegyülteket a megnyitón, hanem a Debreceni Egyetem doktoranduszaként ismertette a település 20. századi polgárosodásáról szóló kutatását. Volt egy belső indítatásom, érdeklődésem, hogy elkezdek egy ilyen tanulmányt, nem tudtam, hogy tanulmányi utat végigjárni, nem tudtam, hogy mibe vágok bele. Eredetileg nem is ez volt a témám, amiről ma beszélek, hanem Papzi Attiláékkal éveken keresztül dolgoztunk egy iskolafejlesztési stratégián, és úgy inspirált az engem, hogy arra gondoltam, hogy versenyképesség témában kutatnék. A programok mindenki számára nyitottak voltak, az előadók között voltak a társadalomtudomány más területein tevékenykedő szakemberek is, így mindenki megtalálhatta az őt érdeklő előadást.